Talán az a bibliai vagy bibliainak tartott mondás, hogy porból lettünk, porrá leszünk. François Villon csodálatos verse, a Haláltánc ballada, amely Faludi György fordításában teljesen egybevág az elképzelésemmel. Hazás testvér, sovány a földünk, könyörgöm, egyet tégy nekem, ha elviszel szólt szép trágyának testemet kinn a réteken. Ő rábólított, s vitte lassan, s úgy szórta, szórta, szórta szép, mint magvető keze a búzát, vagy pipacsot az őszi szél. A földbe térünk, mind a hányan, s az évek szállnak, mint a percek, véred kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Olyan jó megállni még egy percre valaki mellett, aki tanítónk volt, aki kedves ember testvérünk volt, és aki úgy hozta magával a földnek a szeretetét, ezt a jó föld szagot és ezt az életörömöt, amiről kevés emberben található ma már, és oly igaz volt az ő életére, nem csak azt, hogy porból lettünk és porrá kell lennünk. Igaz ember volt a héber gondolkodásban, a boldog ember, és az igaz ember ugyanaz az ember. Nem boldog a hamis ember, csak az igaz ember boldog, és a kettő ugyanazt jelenti. A boldogság sosem fordul csupán önmagunk felé. Az ő vallása, az ő világa, az ő követhető, mintaadó élete, az ő barátsága, az ő ember szeretete, az arról szólt, hogy az egész földet bele öleljük abba a gondolatba. Ezért jöttünk, ezért vagyunk itt, hogy mind a víz mellé ültetett fa, adjuk ideje korán, idejében a magunk jó gyümölcseit. Fát a gyümölcseiről lehet megismerni. Ezek már Jézus szavai. A rosszfa nem ad jó gyümölcsöt, és fordítva. Gyurka bácsi életének kedves, szeretettel teli, vigasztaló, bátorító, életet adó gyümölcseit élveztük. Legyen áldott. Végezetül pedig Istennek lépve áldjon meg téged az Úr, és vigyázzon rád. Fordítsa az Úr az ő kedves arcát feléd, ragyogtassa rád. Adjon neked békességet. Amen. Menjetek békével, és az Úr legyen veletek.